köztudott a hírekből már nagyjából majd, hogy mindenki hallhatta azt, hogy ökológiai katasztrófa történik már több mint 90 napja a Sajón felvidéken, és a mi hazánk zöld pártként kötelezettségének érezte azt, hogy meglátogassa ezt a ökológiai katasztrófát, hogy pontosan mi is történik jelen pillanatban a Sajó felvidéki szakaszán. Ezért a Borsodabói Zemplén megyei csapatunkat ellátogattunk alsó Sajó mellé, ahol 90 napja ez a bánya szennyvize folyik a Sajóba, és ez többféle méreganyagot tartalmaz. Ez alatt az időszak alatt, a 90 nap alatt közel fél tonna arzén került a folyóba, és azáltal akár a magyarországi szakaszára is minden bizonnyal eljuthatott ebből az arzénból. Amikor odaérkeztünk, meglehetősen büdös volt, kellemetlen szúrós szagot éreztünk, és leérkezvén semmilyen élővilággal nem találkoztunk, sem halakkal, sem pedig ugye rákokkal, vagy egyéb élővilágra utaló jelet nem találtunk. Én, ahogy láthatják is, be is mentem abba a befolyásba, ahol pontosan még nagyon koncentráltan érkezik ez a mérgezett anyag a Sajó vizébe, és láthatják is a felvételeken. Illetve láthatják azt, hogy az egyik oldalon még a Sajó teljesen tiszta, lelátni a folyó aljára, füstán tiszta, és ahol beömlik ez a sárgás, mérgező szennyvíz, ott már teljes egészében zavaros, és nem lehet semmilyen élővilágot tapasztalni ezen a környéken. A Mi Hazánk mozgalom mielőbbi megoldást követel a kormányoktól, hathatós megoldást és nem látszott megoldásokat követelünk, sem a szlovák és a magyar kormány részéről sem. Ezért is tartjuk tragikomikusnak azt, hogy dr. Nagy István, ugye agrárminiszterünk, csak a beiktatása után kíván ellátogatni ide a szlovák illetékesekhez és tárgyalni a Sajó helyzetéről. És azért is tragikomikus ez a helyzet, mivel dr. Nagy István volt az előző Orbán kormánynak is az agrárminisztere, hogy az elmúlt 3 hónapban nyugodtan eljöhetett volna, és követelhette volna már a hathatós megoldásokat a Sajó élővilágának megóvása érdekében. Felháborítónak tartjuk azt is, hogy több európai, dunai eszposzi egyezmény is szól egyébként a vizek védelméről, és már több mint 90 napja hallgatnak a hatóságok, és nincsenek látszólagos megoldások sem, sem akarat. És mindegyik hatóság a szlovák oldalon csak illetékességek hiányában egymásnak dobálják az ügyet, és nem lépnek előre. Kiemelten fontosnak tartom, hogy nem csak itt a felvidéki szakaszon fogjuk szemrevételezni ezeket az elváltozásokat, vagy javulásokat, romlásokat, hanem a magyar határon belül is, Magyarországon is a Sajó vizét folyamatosan fogjuk a közeljövőben is ugyanúgy vizsgálni, és figyelni, mint ahogy azt eddig is tettük az elmúlt 3 hónapban, mivel már a Mi Hazánk mozgalom a szennyezés elkezdésénél is egy közleményt adott ki, felhívva erre az ökológiai pusztításra a figyelmet, mert itt más nem segíthet, úgy látszik, hogy előrébb jusson el az ügy, csak is a média nyilvánosság és a nyomásgyakorlás. A Mi Hazánk mozgalom ezért is követeli és nyomatékosítja még egyszer, hogy mielőbb hathatós megoldást követelünk a magyar és a szlovák kormány részéről, hogy a Sajó pusztulását mielőbb megállítsák.